Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit ahogy a címből is láthattok, egy hatalmas unboxing lesz. Inkább egy haul videónak mondanám, ugyanis mindent láttam már, ami megérkezett, mert elképzelhetetlenül türelmetlen vagyok. Viszont nagyon sok kérdés érkezett egy csomó dologhoz, úgyhogy gondoltam, hogy elmondanék róluk nektek pár dolgot, és remélem, hogy a videó végére mindenki meg fogja kapni a válaszokat a kérdéseire. Szóval, hol is kezdjem? A múltkori videómnál valaki egyébként megígyezte, hogy mire tanítom a fiatalokat, hogy felelőtlenül szórják a pénzüket. Ez pont erről szól, hogy én minden megrendelek, hogy nektek ne kelljen, és csak azt vegyétek meg, ami tényleg tetszik, tényleg jól működik, és a hasznatokra lesz. Úgyhogy értsétek jól a videókat. Érezzétek át. Azt hiszem, hogy az Amazonos csomagommal fogok kezdeni, ugyanis az jött most nemrég. Nagyon izgatott vagyok miatta, és remélem, hogy ti is azok lesztek, hogyha megtudjátok, hogy mi, de kezdjük el. Egy notinos dobozban van, mert Amazonon ugye különböző eladók vannak, akik árulják a kis cuccaikat, és nagyon ritkán van az, hogy több mindent egybe lehet csomagolni, és úgy érkezik. Viszont, mivel már mindent kibontottam, összetettem őket egy csomagba. Mutatok nektek két olyan dolgot, ami nem túl izgi, viszont nekem nagyon hasznos. Az egyik, az egy telefontartó, amit jelenleg a kocsimba használok, viszont ez minden másra is jó lehet, tehát képet készíteni, videót, akár TikTokot, Instastoryt, akármit. A körmeimet most engedjétek el egy pillanatra, és nem sokára látjátok a következő körmömet, ne kérdezzétek, hosszú sztori. Ami kifejezetten tetszik ebbe a tartóba, hogy van hátul egy kis gombja, és hogyha megnyomod, akkor kinyílnak a kis kezei, akármekkora telefonodat beteszed, rászorítod, és semmi nem szedi le onnan, de konkrétan. Szerintem ez a legnehezebb telefon jelenleg a piacon, és egyszer nem volt még olyan, hogy csúszkáljon bárhova. Nyilván alulról is tartja, de értitek, nagyon sokfele lehet forgatni, akár így is, akár így is. Azt hiszem, hogy talán még billentgetni is lehet, úgyhogy tényleg mindent. Itt egyébként tudnátok engedni a karnak a hosszán is, de igen. És természetesen itt is lehet rajta engedni. Egy problémám van vele, ablakra lehet ugye tenni, és ez nem csak egy sima vákumos, cuppanos cucc, ez rendesen ragad. Olyan szinten ragad, hogyha nem tudom, egy 10 percnél többet van fent valahol, akkor konkrétan imádkozni kell, hogy le tudjátok szedni bárhonnan, de ezt egyébként nagyon-nagyon szeretem. A következő hasonló termék az egy kameratartó, ugyanezen az elven működik, nem tapis az alja, csak vákumos, nagyon erősen oda tudja szívni bárhova, és ide lehet feltenni akkor a kamerát, amekkorát elbír. Ugyanúgy csomó irányba állítható a kar, imádom. Nagyon-nagyon jó befektetés volt. Mindent linkelni fogok egyébként a leírásba, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok bármire, vagy szeretnétek megvenni, akkor ott megtaláltok mindent. Közben, ha fura hangokat hallotok, Bence a szomszéd szobában tör és zúz, de minden rendben van. Azt már jó páran tudjátok, hogy nagyon szeretem iszonyatosan szorosan összekötni a hajam, hogy egy nagyon szép kis húzott szemet kapjak eredményül, és gyönyörűen álljon a tús és a szempilla és a minden. Viszont ez nincsen túl jó hatással azért a hajvonalra. Egy, kettő, nagyon meg tud tőle fájdulni a fejem, és Lady Gaga egyik kedvenc trükkét szeretném kipróbálni. Úgyhogy erről lesz is nem sokára egy videó, ami nem más, mint az arc tapasz, arcfelvarrást imitáló arctapasz, facelift tape egyébként, így találjátok meg. Vettem különböző fajtákat. Ez az, amit a vörös szőnyegen használnak, ez úgy néz ki, hogy két ilyen kis picit körte alakú fülecskét kell ide ragasztani, amit a hajad alatt meg lehet kötni, és attól függően
húzza erősre, ezt több irányból fel lehet tenni, és amikor lealapozod, akkor nem látszik egyáltalán, ugyanis olyan anyagból van, mint a tetoválásokra, amit tesznek ilyen, mondjuk fóliának, de nem fólia, inkább ilyen tapasz. Ebből van nekünk többféle, úgyhogy tesztelni fogjuk őket nem sokára. Elképesztően kíváncsi vagyok rá, évek óta ki akarom próbálni, de valamiért elmaradt mindig. És most, amikor Amazonon turkáltam, és kerestem, hogy mit lehetne, mi az, amire nekünk szükségünk lehet, megtaláltam ezt az arctapaszt, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy kipróbáljam. Ezután a tapaszt témakörbe van nekünk még egy versenyzőnk. Biztosan láttatok már ti is ilyen hirdetést. Nem tudom, hogy elhiszem-e, de bízom benne. Viszonylag rejtett személyem van, nem mondom, hogy a legdurvább eset az összes közül, mert egyértelműen nem, de itt van ez a rózsaszín kis csomag, ami lehet, hogy nekem és a sorstársaimnak egy sorsfordító találmány, ugyanis ezek azok a pici szemhéjra való tapaszok, amiket ügyesen, okosan, technikásan, hogyha jó helyre helyezel fel, akkor elvileg megszünteti a rejtett szemhéjat, és egy nagyon szép, nagy területű mozgó szemhéjat, illetve egy csodás szemöldök alatti részt kapsz, ugyanúgy a kis redőktől megszabadítva, úgyhogy nem tudom, hogy mit gondolok róla, bizakodó vagyok, nagyon sok a remény. Ez egy érdekes videó lesz, amikor ezt kipróbáljuk, abba biztosak lehettek. Nagyon durván rá kell üljek a kezemre, hogy ezeket ne bontsam ki, és ne essek nekik azonnal, és kezdjem el próbálgatni. Mutatok nektek egy ilyen csodát, ez biztos, ezt is láttátok már 5 millió helyen. Ez egy tusoló fej, lehet, hogy le fogok bukni, ezt már kipróbáltuk. Muszáj volt megnéznem, hogy hogy működik jó. Tudjátok, ez a kis szűrős. Egy nagyon olcsó verziót vettem belőle, ugyanis valahogy nem éreztem, hogy szeretnék rákölteni rengeteg pénzt. Elvileg ez megszűri a vizet leginkább a klortól és olyan dolgoktól, ami csak vízben motoszkál, és ami miatt én ezt megvettem, az nem más, mint hogy bizonyos vegyületek, anyagok, akármik a csapvízben nagyon erősen tudják sárgítani a szőke hajat, úgyhogy mindenképpen ki szerettem volna próbálni, és ezt is fogom tesztelni, hogy vajon működik-e vagy se nem, de ha működik, akkor szerintem feltaláltunk valamit. Van még egy kategóriánk, mielőtt áttérnénk egy nagyon izgalmasra. Rendeltem memóriakártyát, kettőt, Amazonról, és nem akármilyen. Nem tudom, hogy, de találtam Amazonon 512 gigabájtos kártyát. Nálunk, otthon, én és Bence a 128 gigás kártyán szoktunk veszekedni, és amikor megláttam, hogy 512 gigabájtos kártya csak 5000 forinttal került többe, mint itthon a 128-as, azonnal szóltam Bencenek, hogy oké, neked is, meg magamnak is muszáj venni egyet, mert ez nem állapot. És képzeljétek el, hogy ezzel a kártyával az én kis kamerámra, a G7-re 999,999, azt hiszem valami ilyesmi a vége, hogy 960, tök mindegy percet lehet felvenni. A Bencének a Sonyára pedig 24 órát talán? 26-ot? Vagy valami ilyesmi. Elképesztően sok. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogjuk használni. De ez egy nagyon jó befektetés volt. Nagyon jó. 5000-et. Az nagyon jó. És a következő kategóriánk a műköröm. Igen, jól hallottátok. Alig vártam, hogy belemerülhessek az Amazonnak ebbe a bugyrába, ahol a műkörmös cuccokat rejtegetik. És most belemerültem kellőképpen. Pár dolog még mindig nem jött meg, ugyanis nem tudom miért nem jött meg, de nem jött még meg, tök mindegy, de itt van egy csomó minden, és ezeket meg szeretném mutatni. Annyit szeretnék elmondani, hogy Amazonról, Wishről, AliExpressről, bármilyen oldalról ne rendeljetek olyan terméket, ami konkrétan érintkezik a körmötökkel, csak
színes dolgokat, vagy matricákat, köveket, csillámokat, ilyen dolgokat, de primer, bázis, ilyeneket nem rendelünk soha ilyen oldalról, nem tudjátok mi van benne, felszívódik, nem, viszont színek, fényzselék, topkótok, lámpák, ecsetek, csiszolófejek, csoda, csoda, csoda. Úgyhogy mutatom, hogy mink van. Az első az egy ilyen kis vegyes YouTube. Ugyanis több helyen láttam már ezeket a kis lámpákat, kezd egy viszonylag trendé kialakulni a körmösök közt, akiket nézek YouTube-on. Ez egy ilyen picike kis zseblámpának tűnik, viszont ez egy UV és LED lámpa, amit hogyha kettő van egyébként egy csomagban, amit ha nem porcelánt használsz, akkor kifejezetten hasznos. Villámköttetésre tudod használni, nem kell elvinni a vendégednek a kezét a lámpáig és berakni és ott villámköttetni, hanem felviszed az anyagot és ott gyorsan ott vagy pár másodpercig felette, amíg annyira meg nem köt az anyag, hogy el ne másszon ide-oda, és utána folytatod tovább. Állati király, nagyon jó ez a cucc. Már csak emiatt is szerettem volna magamnak egyet, viszont ez, tekintve, hogy UV-s, biztos megvannak azok a jelenetek az ilyen helyszínelős sorozatokból, amikor lehúznak minden redőnyt, lekapcsolnak minden lámpát, és felcsapják a nagy UV lámpákat, és elkezdik nézni a vérfoltokat, és a többit, és a többit, viszont vizeletet is kimutat, és nem pisil be, Oli. Nagyon-nagyon régen nem pisilt be, viszont nagyon körbe szeretném nézni a házat, hogy nem tudom miért, olyan izgi, én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy vettem egy ilyet is. És ez egyébként egy ilyen feles átkötésnek tökéletes volt, úgyhogy ha már lámpa, mindig szoktátok kérdezni, hogy milyen lámpám van, és az utóbbi pár videóban nem mondtam el nektek a titkot, hogy Olesz egyszer nagyon megrágta a lámpámnak a zsinórját. Nem volt bedugva, nem úgy rágta meg, de majdnem, hogy használhatatlanra rágta. Kettő használatot még kihúztam belőle, semmit nem akarok tovább kísérteni, úgyhogy vettem egy új lámpát, ami egészen pontosan a Professional Gel Polish LED Nail Dryer Lamp névre hallgat. Van hozzá egy kis kábelünk, egyébként mindjárt mondom, hogy pontosan mi a neve. Sun X7 Max, így néz ki egyébként, full kínai, tehát ez kérdés sincs belőle. Nagyon-nagyon könnyű, viszont rengeteg LED van benne, és hogyha jól emlékszem, akkor 168 wattos, ami az Amazonon kapható lámpák közt a legerősebb volt. Nem tudom, hogy ez úgy összességében milyennek számít, viszont Amazonon ez volt a legerősebb, úgyhogy őt választottam, természetesen mozgásérzékelős, viszont van rajta egy 10, 30, 60 és egy 99 másodperces mód is, a 99 másodperces az egy alacsony hőmérsékletű mód. Van egy ilyen kis fogója, mint annó a CD lejátszóknak, fogalmam sincs, hogy ez ki és milyen megfontolásból tette rá, de szerintem amúgy tök cuki, ki lehet venni az alját, takarítható, úgyhogy kellett egy új lámpa, és nagyon várom, hogy kipróbálhassam már. Egyébként a lámpához ajándékba járt egy ilyen kis kerpek. Van benne egy 100-180-as reszelő, egy porcelánfinomító buffer, két elmondhatatlanul mini, de nagyon-nagyon cuki körömkefe, egy bőrfeltoló, ami egyébként kifejezetten jó minőségűnek tűnik, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és vannak benne leoldó csipeszkék, amiről ugye múltkor beszéltünk, hogyha nincsen otthon fóliátok, akkor akár ezzel is meg tudjátok oldani. A következő kis rendelés az két apróság. Ha minden igaz, akkor kettő darab matt topkótot rendeltem, ugyanis mondtam nektek, hogy problémám van a matt fedőlapokkal, fényzselékkel, fedőzselékkel, értitek? És nagyon sokan mondtátok a Crystal Nails-nek az egyik azát. Viszont én a magyar piacon szerintem már majdnem mindent próbáltam. A legújabbakat nem. Tehát ami egy fél éve
éve jött ki, azokat nem próbáltam, viszont minden régit megpróbáltam, és sose volt tökéletesen extrém matt, vagy ha olyan volt, akkor nagyon gyorsan kifényesedett, és igazából csak a kíváncsiság miatt ezek nagyon-nagyon olcsók voltak, tehát 1000 forint, 1500 forint maximum, és ez 10 milli, ez is 10 milli. Annyira akkor nem extra olcsó, de értitek, hogy mit akarok mondani. Ezeket is nagyon szeretném kipróbálni, hát ha megtalálnám azt, ami a tökéletes matt. Az amazonos csomag végére. Az amazonos csomag végére tartogattam a legjobbat. Imádok körmözni, ezt tudjátok ti is jól, nap mint nap látok rengeteg mintát. Egy az, hogy nem szeretném a saját körmömön két naponta cserélgetni a körmöket. Kettő, meg hogy mondtam nektek, hogy olyan bonyolult fordítgatni a kezem, hogy tartsam, hogy ti is lássátok, de hogy tartsam, hogy én is lássam, és tetőtöm. Mire? Találtam egy oldalt, ahol szilikon gyakorló kezeket gyártanak. Na de nem azt a fajtát, amit itthon lehet kapni, és tudjátok, ilyen darabokból áll össze, és konkrétan csak a körme tűnik igazinak, hanem igazi kéznek kinézőket. Aleana Hands-nek hívják egyébként ezt az oldalt, viszont nagyon gyorsan elvetettem az ötletet, amikor teljesen élethű kéz, ami egy per egy úgy néz ki, mintha az én kezemet így látnátok, 450 dollár. Annak az olcsóbb verziója is azt hiszem, hogy csak ilyen 50-60 ezer forint, úgyhogy amit ugye Amerikából kellene hozatni, tehát azt még meg is vámolják, meg mindent. Elvetettem az ötletet, és aztán rájöttem, hogy miért nem keresel Amazonon, te hülye lány. Úgyhogy a hülye lány keresett Amazonon. Come on! Ne rám fókuszálj, és ami a pláne az egészben, nem elég, hogy egy fantasztikusan gyönyörű kéz ahhoz képest, hogy 15 ezer forint volt, mennyire tökéletesen ki van vitelezve, de bármilyen a Red Iguana-nál is és egy Aleana-nál mindegyik szilikon kezet gyártó cégnél, azok a kezek, amelyek pózolhatók, nem csak szilikon ujjai vannak, azok körülbelül 50 ezer forinttal többe kerülnek, és hagyd ne mondjam nektek, hogy ennek pózolhatóak az ujjai. Úgyhogy földön túli boldogság, konkrétan. Nagyon sok olyan körmös videó lesz, ahol adjunk neki nevet, és az ő körmeit fogom csinálni. Egyébként van hozzá egy tartó, ilyen kis csipetővel, kaptam két reszelőt ajándékba hozzá, és egy tipvágót, illetve egy csomag natur és egy csomag átlátszó tippet. Wow! Nem tudom, mióta itt ülök, és még csak az amazonos rendelést sikerült letudni. Egy valamit villámgyorsan mutatok nektek. Vettem liquid klorofilt, nem kloroformot, nem mindegy. Ha valaki TikTokozik, akkor annak tudnia kell. Hatalmas klorofil őrület megy a TikTokon, és nyilván én nem maradhatok ki belőle. Nagyon kiszerettem volna próbálni. Erről is fog videó érkezni, úgyhogy álljatok készen, mert be vagyunk tározva. És a következő rendelés, ami mindenki teljesen oda meg vissza volt tőle instán, pedig már nagyon sokszor mondtam nektek, megint szefóráztam. Szefóráztam, ez van, bevallom. Azt hiszem egy évvel ezelőtt volt, amikor felvettem a MyOS-szel a kapcsolatot, hogy nem akarnának-e adni a követőimnek egy bármilyen kedvezményt, hogyha használják az oldalt, és akkor lett ugye az egyéves prémium előfizetés kedvezmény. És most, hogy egy éve volt, kaptam tőlük egy nagyon kedves kis ajándékot, kaptam egy ajándékutalványt Sephora-ba, úgyhogy be is vásároltam. Mutatom, hogy miket vettem. Az első és a legfontosabb, a kedvenc arclemosó balzsamom, olajom, a Pharmacy-nak a Green Clean
arclemosó, sminklemosó balzsamja. Úristen, fantasztikus illata van, egy csodálatos ilyen baba és menta zöld keveréke. Nem a legolcsóbb, de szerintem a legjobb. Iszonyatosan imádom. Minden létező sminket és koszt leszed az arcodról. Nagyon-nagyon szeretem. És ezt például én még csak az amerikai Sephora-ban láttam. Gyorsan pár szót, aki csak ezért van itt, hogy ezt elmondjam. Amerikai Sephora-ból rendelek, majdnem mindig. A kínálat ott 100%-os. Egyik másik Sephora se tart annyi terméket, mint az amerikai Sephora. MyOS-en keresztül rendelem mindig haza a csomagjaimat Amerikából, ugyanis ott kapsz egy címet, egy ilyen kis parcellád lesz végül is, ahova össze tudsz gyűjteni több csomagot, és mondjuk három különböző, teljesen máshonnan lévő rendelésedet egybe összecsomagolják neked, úgyhogy nem kell külön-külön kifizetni a szállítást, külön-külön a vámügynöki költséget, meg nem tudom, hogy micsodát, hanem ez egybe le van tudva, gyorsabb is, olcsóbb is, meg sokkal kényelmesebb is. És igazából ennyi, teszek nektek ehhez is linket, hogyha kíváncsiak vagytok rá, rengeteg-rengeteg kedvezmény lesz egész nyáron. Mindig kapok róla e-mailt, és szerintem, hogyha regisztráltok, akkor ti is fogtok róla kapni e-mailt, amikor kedvezmények vannak, leírják, hogy mit, hogy lehet, majdnem minden üzletből tudtok vásárolni, úgyhogy ennyi. Például én a Naturium termékeket is onnan szoktam rendelni, ugyanis olyan cégek, márkák, akik nem szállítanak Amerikán kívülre, nagyon egyszerűen meg lehet oldani, hogy oda szállítatod Floridába a termékeidet, a saját kis parcelládba, és a parcelládból hazaküldik neked, úgyhogy minden. Úristen, ez a cég nem szállít Európába című mondat meg van előzve, ugyanis a MyOS-szel mindenki szállít Európába. Oké, megyek tovább. Drunk Elephant Umbra Tint színezett naptej. Egyébként, hogyha nem követitek, nem vagytok feliratkozva a vlog csatornámra, akkor tegyétek meg, mert aki a vlog csatornán követ, az ezt már mind látta. Kíváncsi voltam rá, hogy hogy működik. Van, amikor tetszik, van, amikor nem tetszik. Egyébként nem olcsó, úgyhogy... Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peeling Pad. Nagyon tetszik. Sajnos nagyon tetszik. Reméltem, hogy nem fog tetszeni, ugyanis ennek is valami eszeveszett ára van. De nagyon tetszik. Úgy néz ki, azt írja egyébként, hogy mindennapi használatra alkalmas. Én hetente egyszer, vagy maximum hetente kétszer használom. Van egy egyes lépés, ami maga a hámlasztó folyadékba mártott kis kendő, illetve van a kettes lépés, ami semlegesíti az első lépést, és megszünteti a hámlasztó hatást. Kellemes, de nem erős illata van. Nagyon-nagyon puha lesz tőle az arcod, fantasztikus. És összességében nagyon tetszik. Glow Recipe Watermelon Glow, ez egy PHA-BHA púrus összehúzó toner. Ezt meg kell nektek mutassam, ugyanis erre nem számítottam, de ha megnézitek, akkor ez egy ilyen kifejezetten kis zselés állagú toner, úgyhogy lehet, hogy inkább ez már ilyen essence-nek mondanám, de nagyon-nagyon kellemes az állaga, nagyon dinnyes szaga van, ilyen műdinnyes szaga van, ami szerintem undorító, viszont a hatása az fantasztikus, úgyhogy ugyanúgy, mint a fresh rózsavíznek az illatát, eltűröm azért, mert nagyon-nagyon jó érzés, amit az arcodon hagy, úgyhogy az is nagyon király. Ezen kívül rendeltem egy The Ordinary Vitamin C szuszpenziót. Ezzel úgy vagyok, hogy a hatása nagyon tetszik, ugyanis pár nap után már látszódott az arcomon, amikor használtam, viszont nagyon kellemetlen az érzés, ahogy felkenem. Egy picit olyan, mintha hámlasztó por lenne benne, vagy valami ilyesmi. Miután felkentett, kifejezetten zsíros, legalábbis az én bőrömön, és nekem a nyakam nagyon érzékeny. Az arcomon semmit se érzek, és tökéletes, viszont a nyakam olyan szinten érzékeny rá, hogy viszkető rohamot kaptam tőle. Úgyhogy azzal még nem vagyok teljesen képben, hogy mi a véleményem róla, ahhoz még egy kicsit tovább kell használnom. Kettő dolgot rendeltem még a Sephora-ból, amit hozzátennék, hogy csak azért rendeltem meg, mert ajándékutalványom volt.
és úgymond le kellett vásárolni, viszont ha a saját pénzem lett volna, akkor soha nem tettem volna meg. Ugyanis megrendeltem Dr. Lara Delgan Lip Plumpját, amit itt láthattok, illetve a Platinum Long Lash szérumot, amit pedig itt láthattok. Ezzel annyira nincs is probléma, ez egy 15.000 forintos bizsergetős szájfény, lip plumper, amit hogyha azt nézitek, hogy Dr. Lara Delgan az egy plasztikai sebész, bőrgyógyász New Yorkban. Azt mondom, hogy drága, de ahhoz képest nem vészes, viszont a szempilla szérum $150, ami azt jelenti, hogy 45-50 ezer forint, attól függ, hogy éppen milyen az árfolyam, az nagyon sok, az rengeteg. Ilyen eredményeket láttam, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam rá, úgyhogy megrendeltem, tesztelés alatt van, és hogyha letelik az egy hónap próbaideje, akkor arról is érkezik az értékelő videó. Elképzelésem sincs, hogy mire számítsak, de hát igen. És már csak három dolog van, amit szeretnék nektek megmutatni, teljesen más kategóriák. Van egy notinós rendelés, amit nagyon sokan kérdeztetek. Vettem egy új hajvasalót. Az az igazság, hogy az előző hajvasalom minimum 10 éves volt, és teljesen megadta magát, de kopra. A blogban már elmondtam, hogy pont annyit foglalkoztam a hajvasaló kiválasztásával, hogy megnéztem, hogy melyik volt a legtöbbet eladott, és azt vettem meg. Na most, ez a Remington Keratin Therapy, és szerintem ennyit kell róla tudni körülbelül. Egy nagyon érdekes kis hajvasaló. Az alja, az nem tudom, látjátok, egy teljesen sima ilyen kis rose gold lap, viszont a tetejében van középen egy csík, ami itt van a kis gondom ion gomb, amikor vasalod a hajad és hozzáér a hajadhoz, akkor érződik egy ilyen kis zsizsgés, bizergés, vagy nem tudom, hogy minek mondjam. Nem kellemetlen érzés egyáltalán. Nagyon szép, egyenes és nagyon sima lesz tőle a hajad, úgyhogy alapvetően kifejezetten meg vagyok vele elégedve. Amikor bekapcsolod, akkor itt jelennek meg a számok, illetve az ion kijelzés. 140-től vagy 160-tól 220-ig, 230-ig megy fel, ami elképesztő, senkinek nem kell 230 fokon csinálni semmit a hajával. De egyébként kifejezetten tetszik, és hogyha megnézitek, remélem, hogy fogjátok látni, amikor összecsukódik és összenyomom, akkor van benne egy ilyen kis rugózás, leginkább az alsó lapnál. Ami azért érdekes, mert ezt a technikát a Dysonnál lehet megfigyelni, bár mondjuk az sokkal-sokkal high-tech-ebb, tehát az ilyen úristen kategória, de kifejezetten lehet érezni, amikor vasalod a hajat, hogy nincsen az a meghúzós érzés, hanem nagyon-nagyon szépen csak úgy siklik rajta. Úgyhogy ezzel is teljesen elégedett vagyok, és akiket érdekelt, hogy milyen hajvasalót választottam végül, ez lett a nyertes. És az utolsó két termék. Ez viszont Barbie hibája, ugyanis valamelyik nap átjött hozzánk, és megláttam a cipőt a lábán, és mondtam, hogy nem tudom mi ez, de nekem is kell. Úgyhogy nagyon kis cuki, igazából egyébként semmi extra, Steve Madden cipő, iszonyatosan kényelmes. Ebből lehet, hogy egyen nagyobbat fogok rendelni, mert nyárra határeset. Hogyha téli cipőnek szeretném, akkor tökéletes lenne, viszont nyáron egy picit mindenkinek bevad a lába, és nem biztos, hogy órákon keresztül kényelmes lenne ebben sétikálni. Csak hogy bebizonyítsam, hogy mennyire nagymamára ütöttem. Ő volt az, aki fiatal korában, hogyha kinézett magának egy cipő, akkor az összes létező színben megvette. Azt hiszem, hogy értitek, hogy hova akarok kiukadni. Ez egy szürkés, nódos, kicsit rózsaszínes, kicsit nem is tudom én, hogy milyen, csodálatos színű cipő. Ugyanaz, mint a másik, teljes mértékben ugyanaz, csak ez egy nagyon-nagyon picit nagyobb,
ugyanúgy 39-eset rendeltem. Barbie-t felpróbáltam, és neki 9-es volt, és az tökéletes volt, egyébként 8-as alában. És a 9-es tökéletes volt, és mind a kettőből 9-eset rendeltem. Ez fantasztikusan kényelmes, a másik az olyan abból szerintem fogok egyen nagyobbat venni. De ez csodálatos, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Kellett már valami új sportcipő, mert mindig olyan cipőket veszek, amit igazán használni nem tudok. Úgyhogy ez most nagyon okos és felelősségteljes választás volt tőlem. És akkor ez a hatalmas nagy unboxing haul videó. Nagyon sok videó fog nektek készülni ezekből a termékekből, úgyhogy készüljetek fel. Pár dolgot nem mutattam meg, mert azok meglepetésnek vannak számba. Ott egy picit hátrébb, úgyhogy legyetek résen. Ide rengeteg tematikus videó fog még érkezni ebben a hónapban. A vlog csatornára pedig folyamatosan jönnek a vlogok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Ha igen, akkor dobjatok egy like-ot, hogyha nem, akkor diszlájkoljatok. Nem fogom kimondani, mert ki nem vetsz miatta. Szabad világban élünk, így is van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!